Azzal a céllal vágott neki a bajnokságnak a Máté Szalkai együttes, hogy a szezon végén ott legyen az első három helyezett között a tabellán. Menet közben derült ki, hogy a Kisvárda U22-es csapata és a Szepa KSE visszalépett, így 9 együttesre olvadt a mezőny. Az MMTK 2 győztes meccset követően egy hónapig nem játszott bajnokit, majd a folytatásban egy-egy sikert, egy-egy vereség követett. A legfájóbb talán az utolsó őszi fordulóban játszott találkozó, amelyen a közvetlen rivális 60 egy felcserélt pályaválasztás követően 26-25-re győzni tudott a Városi Sportcsarnokban. Ősszel egyébként sok csapatnak maradt el meccse, így kicsit csalók a tabella. Jelenleg a 6 mérkőzésen 10 pontot gyűjtő 60 előzi meg, a 8 találkozón szintén 10 pontot szerző Máté Szalkát. Az MMTK elnöke a körülmények tükrében elégedett a csapat szereplésével. Egy nagyon szorgalmas, fiatal emberekből álló ütőképes gárdát sikerült Drabik Péter edzőnek összekovácsolni. A lányok azt hiszem, hogy tudnak küzdeni a csapatért is, és ez az eredményekben is természetesen megmutatkozott. Szinte minden posztra találtunk két embert, még talán a beálló pozíciónk az, ahol hiányosságok vannak, de az összes többi poszton azt gondolom, hogy kellő felkészültség és technikai képzettségű játékosok vannak, és aminek külön örülök, hogy ezek a gyerekek, azok majdnem egy életkorban vannak, sokuknak van akár NB1-es előélete is, hiszen ilyen kluboknál nyilván a Debrecennel vagyunk ilyen kooperációs kapcsolatban, és onnan kapunk vissza játékos, mint ahogy mi is rengeteg játékost adtunk az elmúlt időszakban, utánpótláskorú játékosokat, akik a Debrecen színeiben jeleskednek. Az MMTK ifjúsági csapata mindössze 4 meccset játszott ősszel, ugyanis november elején gyakorlatilag félbeszakadt a bajnokság a harmadosztály egy csoportjában. Nekünk utánpótláskorú játékosok mind az ifjúsági csapatban, mind a felnőtt csapatban jeleskednek. Például Drabik Panna az ifjúsági csapatban is a góllövőlista élén van, mint ahogy Drabik Panna és Torma Eszter az NB2-es felnőtt csapatnak a góllövőlistáján a második és harmadik helyen megosztválnak. Úgyhogy, de hát nem csak ők lövik a gólokat, viszonylag egyenletes megoszlásba történnek egyébként a csapaton belül ezek a góloszlások, úgyhogy én nagyon remélem, hogy a 2021. évben be tudjuk fejezni ezt a 2021-es bajnokságot, és bízom abban, hogy ez a fajta szervezettség, ez a fajta lelkesedés és szakmai tudás a május végi bajnoki szezonzárókor is egy előkelő helyre fogja predesztinálni a Máté Szalkai MTK lánycsapatát. Az MMTK felnőtt csapata az utolsó 3 meccsét már zárt kapuk mögött játszotta. December 20-áig még edzenek a játékosok, majd január 10-én elkezdődik a felkészülés a tavaszi folytatásra. A rajt időpontjáról még nincs információ, de a szövetség szándéka az, hogy valamennyi bajnoki osztályban fejeződjön be a pontvadászat.